Július 20-a hétfői napot kívánok mindannyiótoknak, remélem csodásan telt a hétvége és készen álltok egy újabb streamekkel teli hétköznapokra, szerény személyemmel, Nessali baráttal. Üdv Mr. Proli, Gabac, Csaszit, Isti, Parti, Fricska, DJ Smith, mindenkit köszöntök, némelyeket kétszer is, de csak az igazán kivételes embereket, és köszönöm szépen már így előre is a sok-sok támogatást. Többek között Captain Timónak, a hostot, Fricskának az 5 hónapot, Rolkának a 4-et, Juice-nak a 17-et, Dincsinek a feliratkozást, szia Dincsi, a kollektívának a 3-at, ACM-nek az 1 évet, abban a pillanatban, boldogítasz bezony, Blind Unicorn a 2 hónapot, köszi. Na mi a helyzet, srácok? Néztétek-e a magyar GP-t, a Grand Prix-t? Gondolom igen. Én is néztem, mielőtt valaki megkérdezi, Twitteren frecsegtem is. Rendkívül izgalmas volt a soha el nem érő esővel. Írtam a szociális médián is, és szerintem fizetnek ezért a mérnököknek, hogy így bemondogassák a pilótáknak, hogy mindjárt jön az eső, hogy a nézők ne aludjanak annyira, de hát Verstappen ügyes volt. Így ennyit tudok elmondani erről, hogy behozta azt a törött Red Bullt. Láttuk már jobb futamot, de legalább mindenki várhatta az esőt, úgyhogy ennyi volt a magyar nagydíj, és hát a Ferrari is végül is egész ügyesek voltak, úgyhogy szó-szó. Na, közérdekű információnk sorát folytatva, nyilván ezt senki nem fogja hallani, akinek hallania kéne, de feltűnhetett nektek, hogy a Nessai Vod YouTube csatornára most már ilyen darabokban vannak feltöltve a streamek, ami így baby rage, rohadt idegesítő. Egyébként elhiszem, meg megértem. Nyilván, hogyha az ember mondjuk sok csatornára van felszabolva, vagy mondjuk pont, hogy kevésre, akkor így idegesítő lehet, hogy elárasztják a feedet a vodok. Meg nyilván felmerült a kérdés azzal kapcsolatban, hogy miért csináltad ezt, Nessali? A pénz, a megtekintés, a YouTube algoritmus, vagy pedig a VR kopizása miatt. Egyébként mindegyik egyben valószínűleg igaz, bár nem tudom, hogy így több megtekintés, vagy több pénz lesz-e, tehát erről nem tudok egyelőre nyilatkozni. A VR-t meg 6 hónappal ezelőtt is lekopizhattam volna, amikor elkezdték. Nem, egyébként nem ezek miatt történt ez a változtatás. Az a helyzet, hogy nagyon rég, hát mióta megvan a VOD csatorna, szopok azzal, hogy átexportálom a Twitch adásokat YouTube-ra, és ti is érzékelitek, hogy na, mi van már 3-4 napos késéssel kerülnek ki a streamek YouTube-ra, és ez azért van, mert a YouTube nem hajlandó feldolgozni ezeket a nagy streameket, és így ott állnak a videók, és nem tudom őket közzétenni. És ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogyha feldarabolom őket, akkor 10 perc alatt áttolja YouTube-ra. Nem tudom, hogy ez miért van, mert arányosan borzasztó a különbség, de emiatt lettek földarabolva vodok, hogy meguntam, hogy a Ghost of Tsushima végjátszást is csütörtökön nyomtuk élőbe, és mikor vasárnap tudtam kirakni? 4. próbálkozásra. És így, hogy földaraboltam a vodokat, meg tényleg 10 perc alatt ott van és működik. Úgyhogy majd próbálkozok ezzel, most fél órára lettek darabolva, megnézem majd, hogy 40-50 percnél hogy működik, hogy ne kelljen olyan sok részre vágni. Akit ez zavar, attól elnézést kérek, tökre megértem, de már rohadtul baszta az agyamat, hogy egyszerűen így 4 napos késéssel kerülnek fel a streamek YouTube-ra. Ez most egy megoldás. Majd meglátjuk, de gondoltam elmesélem, hogy tudjatok róla, hogy ennek ilyen egyszerű oka van. Meglátjuk, hogy hosszú távon ez majd kit zavar, kit nem zavar. Ti is hogy tudjátok esetleg kikapcsolni az értesítéseket a VOD csatornával kapcsolatban, hogyha idegesítő, nem tudom. Csak mondom, hogy tudjatok róla, hogy értem, hogy ez sokaknak nem kényelmes. Abszolút megértem, de az indokról azért jobb, ha tudtok nyilván. De ne, amúgy a pénz miatt így több pénz. Mert ha mindegyik videó elején elindul a reklám, akkor így egy videó helyett 5 videó elején, tehát a pénz. Ez a lényeg, a pénz. Ha valaki esetleg érdeklődik, akkor majd adjátok tovább, hogy miért van ez így. De nyomjuk tovább, amiért itt vagyunk. A kormányból is látható, meg nyilván az előzetes felvezetésből. Folytatjuk a Forma 1 2020 My Team karrierünket, ami hát továbbra is nagyon hullámzó. My hand is a dolphin, akinek megvan a klasszikus.
De nagyon-nagyon élveztem a legutóbb a kormánnyal, hogy így egészen kezdtem belejönni, az elején nagy szenvedés volt, aztán a francia GP végére már olyan külső íves előzések voltak, hogy jó magam is elámultam csodálatos önmagamtól, úgyhogy nyomjuk tovább a kis kormánnyal. Vizuális zavaró dolog lehet, hogy nem volt időm körmet vágni, és így egy ilyen házi rozsomák vagyok, de dokihoz vittük ma a gyámeket, nincs semmi baj, csak a szokásos doktorbácsi látogatás volt, és elég nagy a hiszti, már kapott oltást is, úgyhogy semmire nem volt időm. Mondhatnám, de azért a Forma 1-ben volt egy kis dologra időm, majd meglátjátok, hogy mire gondolok, hogyha itt működni fog a... Működik a kormány. Nagyon jó. Na, így néz ki a kocsink. Átalakítottam a kocsit, mert hogy tök jó volt az a Schumacheres aranyfestés, de hát kimaradt egy nagyon lényeges rész miatt a játékból, hogy nem tudtuk a szponzorokat fölrakni a kocsira, úgyhogy most ilyen saját magam által alkotott dizájnt láthattok. Hát gyakorlatilag ugyanolyan, ilyen fekete arany, de szerintem tök jól néz ki. És hát ami a lényeg, hogy most föl tudjuk rárakni a szponzorokat. Tehát ez a lényeg, hogy amint leigazolunk egy szponzort, most már mi pakolhatjuk a kocsira. Mondjuk azt hiszem, most csak két szponzorunk van, nem három? Úgyhogy mindjárt beficcentjük őket a megfelelő helyre. Ugye, Zanetto 1872, azaz, mint egy jó bor. Ide is lehet rakni. A Halo-ra. Oda rakjuk a sárkot oda is. Kocsi elejére. Mehet ez a PTSD vagy PSD, nem tudom mi ez. Igen. Meg az orrára. Zanetto. Úgyhogy ez csak ilyen vizuál apróság, hogy így, ha majd szponzort váltunk, akkor lehet őket pakolgatni. Na, nem lehet megnézni a kocs? Várjál, hogy mi van, ha erre nyomok. Nem lehet forogni így, ezzel a kormánnyal a kocsi kerül. De szerintem így is jól néz ki. Remélem, hogy nektek is tetszik. Közben Lightbuzz köszi a csírt, meg örülök, hogy az elejétől itt tudsz lenni, hát ilyen is ritkán van. Úgyhogy, ja, így fog kinézni a kocsink, meg egy picit a pilótát is átalakítottam, mert megvettem a Season Pass-t, mert annyira tetszik a játék, hogy úgy gondoltam, hogy megérdemli. Úgyhogy... Hát kicsit a sisakon módosítottam, ilyen lett a sisak, ilyen, nem tudom, ilyen PewDiePie mintás, csak ilyen arany cucliba. Úgyhogy így néz ki a sisakunk, ja meg hát pózokat is, várjál. Oda néz, a professzor. Mostantól boxosba állunk, nem gondolkodóba, tehát a professzor agresszív lett. Lájött, hogy agresszívan kell versenyezni, külső íven, keménybe, úgyhogy ez a pózunk. Lejjebb rakom a facecamot. Elfelejtettem, de hát ez a póz egyébként zseniális, ha engem kérdeztek. Valami geniálatos. Baszó. Így kell kimenni a boxba, érted? Box. Ide rakjuk a kamerát. Reméljük, így pont jó lesz. Sose tudom eltalálni. Unique Warrior, köszi a 3 hónapod. Úgy... Ja, meg várjál, celebrés, várjál, hát hogyha egyszer a pódiumra kerülnénk, oda nézd. Hopp, hopp egy selfie abba a pillanatba. Érted? Social media professzor. Ott fogunk így pózolni a pódiumon, beszarsz. Na, úgyhogy ennyi változott így streamen kívül. Hát, nem működik a pedál. Uno momento. Pedalo not működő. De miért nem működik? Ne idegesítsé föl. Most vehetem le a kormányt. Pedál nélkül nehéz lesz vezetni. Mindig streambe kell mindennek elbaszódni. Haló? Most jó rát csavartam a kormányt, mert ugye sikerült letépnünk legutóbb. Miért nincsenek olyan kormányok, aminek a tetejébe kell bedugni a kábelokat? Várjál, mahinálok, nyugi. Remélem nem tört meg a kábel, vagy ilyenek.
Still not working. Na, senki sem akar párbajozni kicsit. Lehet, hogy újra kell indítani a boxot, nem tudom. Ez így nem jó. Jöhet a tech tartalom, Nestek live. Lehet, hogy újra indítom a boxot, nem? Nem tudom. Csináljuk azt, az a legegyszerűbb, leggyorsabb. Restartoljuk a konzolt. Remélem, nem lesz semmi gond. Ilyen ez a technikai sportág, de hol vannak a szerelők? Hát ez az. Ilyenkor hol vannak a Pingvin Racing szerelői? Addig beszélgethetünk. Nesze, a magyar nagy győz, visszatérve Bottas is szépen visszahozta a harmadik helyet. Hát igen, Bottas ügyes volt, de... Ha meg lett volna a második hely, akkor azt mondom, hogy megemelem a kalapom így. Nem volt rossz. Nem volt rossz, de... Ez a különbség Bottas és Hamilton között. Hamilton tavaly megcsinálta. Már megint szarakodik az Xbox. Reméljük működni fog. Ja, meg a ház taktikája is ügyes volt egyébként. Igen, jól tartották magukat a házok. Azt, hogy Stroll nem bírta megelőzni Magnussen 10 körön keresztül, azon besírtam. Az valami gyönyörű volt komolyan. Az ilyen löb... Jézus, ne forogjál itt, nyugalom. Tudom, nyugi, az én dobhártyám is beszakadt, bocsánat. Isti, köszönöm a cheert, NZY, köszi a 4 hónapot, Lightbuzz, köszi a cheert. Na, senki nem akar párbajozni kicsit? Hát kivel akarsz párbajozni? Ha pörögjen a hype vonat, az a párbaj. Léko. Visszaszereljük a kormányt jó szorosra. Úgyis le fogom rántani. Csőgabó, köszi a 19 hónapot. Szevasz. És Lightbuzz, köszi a... Ja, hogy Lightbuzz itt pörgeti a csírt, veszettő, már 600-nál járunk, oda néz. Meg van veszve a fiatalember. Köszönöm szépen. Na nézzük, mukodik-e az a pedal. Most nagyon szomorú leszek, hogyha ne is beszéljünk erről, hogy nem működik. Mert ha nem működne, akkor nagyon mérges lennék. És arra ott a monakói nagy díj, hogyha mérges akarok lenni. Egyébként ugye most Ausztria következne, és arra gondoltam, hogy megnézzük az edzést, csak hogy így egy hét alatt, amit felejtettem, azt így hát, ha vissza tudom hozni. Na, meglátjuk. Léci pedál? Az a baj, hogy nincs a pedálon LED fény, meg semmi, hogy így érzékeljem, hogy mi a baj vele. Még azt tudom elképzelni, amilyen hülye vagyok, hogy rossz helyre dugtam be a pedált. Azt mindjárt megnézzük. Lehet, hogy a sebességváltó helyére dugtam be a pedált. Mert ugye minden stream után szét kell lesz egyem elrakni, azt minden stream előtt elővenni. Menü. Communicating with online services. Yes, please, yes. Perem, perem. Márjál, az kell valami. Hol tök a pedálba? Menjél be a... Continue. Kifogad velem 1000 csírből, hogy rossz helyre dugtam be a pedált. Tuti az a baja. Hát a rossz helyre bedugással pedig nagyon kell vigyázni, arra ráfizethet az ember. Az óvatosan. Morning, boss. This week's income nem, from most jó. Jaha! Jó helyre dugtam. Na! Akkor kezdjük. Köszönöm a türelmet mindenkit, tehát a szokásos Nessalis bénázás aktivitások. Azt mondja, hogy 2 napunk van. Nyilván a marketing konferenciát fogjuk nyomatni. Az hozza a hírnevet.
Jó. Még mindig úgy kell rúgni a féket, mint hogyha jó kis ladába ülnénk. 2,7 millió pénzünk van. Megvesz... Úr, hosszabbítani kéne a Schumacher gyerekkel, nem? Azt el is felejtettem. Vagy az majd szó lejár... Aha. 7 nap múlva lejár a szerződése. Akkor most nem költünk semmire, mert kelleni fog 2 misi a gyerekre. Úgyhogy akkor megyünk tovább. Nem, R&D, fejlesztések. Hát nem szóltak, hogy hülye vagyok? Azt mondja, hogy folyamatban van egy aerófejlesztés. Nagyon le vagyunk maradva az aerófejlesztésekkel, ott kurvára bele kell húzni, csak mindig befélelnek a fejlesztések. Hát tekintve, hogy milyen futamok vannak, ugye jön még a Hungaroring, nem hiszem, hogy újabb motorerőt kéne fejleszteni, inkább a karosszériát. Monok Structure, aha, ez a súlycsökkentés a karosszérián. Az eléggé megdobná. Nyomjunk egy ilyen masszív karosszéria fejlesztést, úgy. És azzal el is költöttük a fejlesztési pontjainkat. Mehetünk. Avid, ne aggódj, én a PS kontrollert nem néztem, hogy hova van bedugva, és direkt bekapcsolva hagytam a PS-t, utólag derült ki, hogy a PC-be dugtam. Az igen. Na, hölgyeim és uraim, a 11. verseny hétvége következik Ausztriában. Hát ugye ismerős a pálya mindenkinek, ha más nem a legutóbbiak miatt, de előtte, ha megint be van szarva a személygépjármű gyerekek, nem lesz ez így jó. Igen, itt is egy újat, itt is, aha, köhögni fog a kicsike. Jó, ebből is berakunk egy újat. Itt olyan büntetések jönnek hamarosan, srácok, hogy öröm lesz nézni. Na, nyomjuk. Megnézzük a practice-t. Igen, észrevettem időben, hogy itt alkatrészeket kell cserélni, nyugi. I have the drink, Kimi, I have the drink, don't worry. Nem, ez nem Steyr nagy díj, ez osztrák. Nincs itt ilyen Steyr történet. No. Túlléptünk az Xbox technikai problémáin, a G920 technikai problémáin. Túlléptünk a versenygépjármű technikai problémáin. Reméljük, hogy az AI-nál is így zabálják a motorokat, igen. Reméljük, hogy nem egyedül leszünk, akik büntetést kapnak. De hát ez van, hogy ugye nem raktunk a durability fejlesztési fára. Tehát magunknak köszönhetjük. Azt mondja, hogy üzenetek. Igen. Weather. Nézd meg, nem fog esni. Hát van ilyen, srácok. Nem fog esni. Utolsó futamaink 20., 22., 16., 22., 12. Nem vagyunk túl kiegyensúlyozottak. Na, nem baj. Jó, practice. Nyomjuk el a kövüveg. Nyomjuk akkor, advance. Nézzük meg ezt a gyakorlást. Harci, köszi az 5 hónapot. És Light, köszi a 700-as csírt is. Rápörög a badge-re. A 10 helyes büntetések szerintem sebességváltó cserék miatt voltak, amiket láttunk főleg a griden. De nem biztos, ez csak én gondolom. Semmi se biztos. Oda néz. Ott van a bika. Österreich Grand Prix. Szia, Gabesz! Na, hogy van ez a practice? Segítsetek nekem. Nem. Session info. Szóval igen, track, nincs ilyen kombinált, hogy így kimegyek, és csak vezetnem kell. Olyan nincs. Tehát most így mindegyiknél mennem kell mindegyiké le kell nyomjak 3 kört. GG Light bazza jelvényhez. Nem kell 3? Nem muszáj 3 kört menni? Ja, tehát elég egyet. Aha, csak nyilván 3 köröm van, hogy minél ügyesebb legyen. Jó. Akkor azt mondja, hogy szelektálom. Hard. Tire set. Igen.
Ne. Jó. Így. Start. Drive-el. Így kell, ugye? Jó csinált? Fú, bazd meg, már egy hete volt, hát már azt se tudom, melyik a gázpedál, meg hogy merre kell tekerni a kormány, gyerekek. Berántotta. Na kérem. Jó, korán fékeztem itt, utána meg kés. Bocsánat, csak a kormány itt. Tudod, rezgett a kormány, nem tudtam, hogy mi van. Ne szólj csak okosan a beszéddel, mert a gyerekek ideültek mellé nézni. Jó szórakozás. Családbarát a stream, mosolygós fel. Mindig családbarát. Nem tűnik olyan bonyolultnak ez a pálya, ez a hosszú balos, ez talán. Meg itt majd az, hogy mennyire kell elvegyem. Na de segít a tréning program. Aha. DRS zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. És a féktávokat ez mutatja? Tehát az első kapu az a féktáv? Nem. Bár végül is nem volt rossz féktáv. Apád faszát a piros, mármint hogy, ja, családbarát, igen. A manóba neki, hogy elrontottam egy kaput. Good work, you seem to have a solid handle on the lap. Let's try and perfect each turn. Remember that chaining good corners together will give you a consistency bonus. Agyállítsa már meg. Szóval az első kapu itt a féktávot jelenti, vagy ez most csak az ideális ívet mutatja? Csak nem volt időm kinézni a chatre. Ideális ív, azt hiszem, nem a féktávot mutatja. Aha. Okés. Köszi! Visszajönjük a garázsba, pörgessük. Return. És akkor most ezért megkapom a pontot? Ezért most hány pontot kapok? Százat? Az jó vagy rossz? Nem tudom, hogy most ez jó volt, vagy rossz. Volt egy pár lila, egy-két piros. Jó. Mennyi a max, amennyit kaphatok belőle? Szerintem 100, nem? Jó, tire management. Select. Medium. Ennyi a pörög, jön a tire management. 250 a max, 100 a zöld, 200 a lila. Mondtok itt mindent is. This test is all about tire management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex. Időmérőn biztos szarok leszünk, de versenyben aztán nem egy olyan nehéz pálya. Persze. Nagy a pofám, de... Ez a féktáv még nincs meg. Fékezhetek 100-nál később szerintem. Viszont rohadtul dobálják a kormányt itt a rázókövek.
Az biztos jót tett a guminak a gumitesztelési köröm. Most az, hogy pirosban van, az azt jelenti, hogy kurva szar vagyok, vagy mi? Aha. Pace is within the target range, but we were harder than expected on the tires that lap. Úgy gyilkolom a gumikat. Takarodjál, te francia! Emlékeztek, hogy ki a riválisom amúgy? Mert én nem emlékszem. De most mi lett piros? Az utolsó féktáv miatt piros? Nem. Vagy de? Nem lett jó. Takarítsátok már Okont innen. Gasly a riválisom? Jó, nem emlékeztem. Bevetődtünk, gyakoroljuk a versenyszituációkat is. Az, hogy öt helyes ra... Most, hogyha restartöröm az egész sessiont, akkor utána nem tudom leszimulálni, nem? Marcelos, köszi a Tier 3-as feliratkozást. Köszi, köszi. Jó, srácok, megtanultam a pályát. Hogy tudok úgy kilépni, hogy leszimulálhassam a practice-t? Most ha restartolom, akkor végig kell nyomjam az egészet. Én úgy érzem, hogy ennyi tapasztalat elég az időmérőhöz. Ami nyilván mehetne jobban a pálya, de most nem az a lényeg, hogy practice-en tökéletesre fejlesszem. Quit to main menu, de szerintem akkor elmenti. Mindegy, nézzük meg, hogy mi van akkor. Mi a fasz? Meg tudnak büntetni ilyenért? Hát hülyék vagytok? Hát nem fog csinálni magamnak a practice session-ökkel plusz büntetést. Második és a harmadik practice le tudod szimulálni. Köszi, Hádav. Akkor restartolnom kell a session-t. Bár most lehet, hogy a másodikban. Hát ilyet! Hát bazd meg! Hát nem szólt Stroll, hogy jön. Hát szólhatott volna. És most előről kezdi a practice session-t? Gondolom. De akkor a büntetés nem marad meg. Okon, tök mindegy. Újra kell indítani az Xboxot. Jaj. Jó ez a practice egyébként tényleg a pálya begyakorlására, hogy lásd, hogy mi a helyzet. Te. Csak nyilván egy csomó idő. Chassit, ne backseatelj, mert nyakon váglak, jó, köszi. És már beírtad egyszer ráadásul. Jó,
és akkor most időgyorsítással átpörgetjük. Nyilván most így kár, mert így bukom a pontokat, de hát ha kapok pontot a másodikért meg a harmadikért. Ez jobb kvaliba gyakorolni, mert akkor megkapom a resource pontok felét legalább a szimulálásból. Most nem tudom, mennyit fogok kapni, ha lehet egyáltalán szimulálni a maradék kettőt. Na, ez a leggyorsabb. Mondjuk retire-ölhetek is a sessionről, na mindegy. Marcelosznak pergessük már meg a pingvineket egy kicsit jobban, hát tier 3-assal iratkozott fel, hát egy igazi sztár. Köszönöm szépen még egyszer. Ja, és Fumirossi nem köszönte meg a csíred, és Gabesznak se. Bocsánat, itt Marcelosz így elterelte a figyelmem. Szóval Fumirossi, kitartást a családi nézéshez. De most ne dobjál be a Practice 2-be, a Manóba. Megfejelte a 25-öst. Igen, igen. Igen, igen. ACM viselj át, na, na. Nem fog bedobni, jó. Ez az. Na, hagyd szimuláljon a Noob Nessali barát. Ott a szimuláció. Milyen üzenet? Jó, tudom, hogy nem komplételtem a session-t. Simulate. Légy szíves, adjál nekem kutatási pontokat, köszönöm. Legyél olyan kedves. Legyél olyan kedves. Jó, hát nem kaptunk sokat, de legalább keveset. Na de, hölgyeim és uraim! Jön az időmérő. Jön az időmérő, nem vagyunk nagy egykörös menők, azt tudjuk, tehát nem a rajt pozíciónk szokott segíteni. Mondjuk versenyben se vagyunk jók, inkább veszélyesek. Vagy agresszívak, mondjuk úgy. Jó. Nyugalom, figyelni fog. Jeff már itt aggódik, hogy vigyázzak a kettes kanyarba, meg a hármasba. Hát nem kell aggódni, Jeff. Minden rendben lesz. Sose hibázok. Az első szárny az most már titán ötvezetből van, nem lesz baja. Mert a pole pozíció. Kiegyensúlyozottan szar vagyok verseny és időmérőn is, ez még igaz, Santoro. Na! Formula 1 Rolex Grossel Preis von Österreich 2020. Így. Felhős idő ereszkedett ide hozzánk, a csapat készen áll, a szponzorok ott virítanak a járműben, kétszer annyit fizetnek, mióta új festés van és fölkerülhettek. Eső nem várható, egy kis felhő az belefér, úgyhogy lágykeverék fölpattintva, nem állítunk most az autó egyensúlyán. Mehetünk. Q1. Abszolút érzem a pályát, az a két kör elég volt, hogy ráérezzek. Pergessük meg azokat a lágyakat. Ez az arany tigris mintás sisak nagyon jól néz ki ebből a kameraállásból. Nem vízes a pálya, ugye? Csak vannak ilyen gyanús csíkok. Hogy? Mi van, valami fékfejlesztést is beraktunk? Úgy megállt az autó, hogy... Csak na. Vagy csak olyan lassúak vagyunk az egyenesbe, hogy... Kell használni itt a rázóköveket, csak még félek annyira szélen menni.
nagyon sokat fékezek fölöslegesen. Meg itt is. Na nézzük. Biztonsági kört megpróbálunk odarakni elsőre. Tottam, már rosszul kezdtem el tekerni a kormányt rossz ütembe. Elég a benya még egy körre. Mennyivel vert meg Leclerc? There's only one lap of fuel remaining. Nem létező íveket használ a fiatalember. Elrontottam az utolsó szektor, túl óvatos voltam. De lehet, hogy elég lesz az idő is. Hogyha csak 3/10 kaptam Leclerc első körétől, az elég lehet. Na! Hát ne vicceljünk már! Az elég kell legyen. Ez elég kell legyen, jó. Nem is kell kimenni, nem kell tovább koptatni. Gyerekek, hát ez az én pályám. Novid, köszi a 18-at, köszi közben. Oda néz, negyedi, húha! Húha, mi lesz itt, gyerekek! Abban a pillanatban Q2. Hát mennyit fejlődtem? Vagy ez megint egy ilyen cheat pálya, ahol nem olyan ügyes az AI hardon. De most már nem gyúlunk bele a nehézségi színbe, most már végignyomjuk ezen a szezont. Lecserélted a gumit, Jeff? Lecserélted. Ügyes vagy. Na nyomjunk egyből egy flying lapot, érzem az erőt. Ábon van mögöttem? A brit táj? Hölgyeim és uraim, a Penguin Racing fiatal magyar versenyzője elmerészkedik egy újabb körre. Nyílik a DRS, hihetetlen reflexzel nyomott rá a gombra a fiatalember. Kicsit óvatos az egyes kanyar. Nem kell túl erőltetni. Szeretjük itt a füvet kóstolgatni Ausztriába. Azt nem tudom, hogy rontottam el ennyire. Meg ez se. Elcsúsz.